rendezvény rendhagyónak számít, hiszen minden évben új témába helyezik a hangsúlyt, ami az aktuális normakörnyezet, illetve a társadalmi jelenségek kérdéskörébe tartozik. A Leo Amici 2002 addiktológiai alapítvány rehabilitációs intézete alkohol, drog és gyógyszerfüggőségekben, valamint viselkedési problémákkal szenvedő felnőtt férfiaknak nyújt felépülési lehetőséget bentlakásos, hosszú terápiás módszerrel. Az intézet Komlón található, viszont az ország egész területéről fogadják a jelentkezőket. Két terápiában lévő fiatalember és két segítő jött el, tehát négyen jöttünk, de minden négyen felépülő függők vagyunk, minden négyen talprált szenvedélybetegek, és akkor meséltünk az életünkre, meg az intézetről, a terápiás programról. Az utóbbi egy-két évben viselkedési függőségek elég jól feljöttek, vagy jól, hát eléggé feljöttek sajnos a mélyből, úgyhogy most már játékfüggő vagy internetfüggő embereket is felveszünk kezelésbe. Hosszú terápiás módszerre dolgozunk, egy éves bentlakásos terápia a mi kezelésünk, és akkor hát a cél az a teljes önálló józanélet. Tehát az, hogy valaki absztinensen, szerek nélkül tudjon tovább működni az életében, ami már egyébként nem menne ki, nyilván azért fordult hozzánk. Mindenkinél más tulajdonképpen vannak nyilván hasonló dolgok benne, de általában akik hozzánk jönnek, kétségbe esettek és fizikailag, lelkileg rossz állapotban vannak, úgyhogy az első hónapok azok azzal telnek, hogy megismerjük az állapotát, megismerjük ő maga is megismerje a betegségét, megismerje a múltat, a betegséget, a függőséget értem. Betegségként tekintünk erre a krónikus emberi bajra, és akkor utána pedig a kezelésnek mondjuk a második fele, a terápiás időszaknak a második fele már inkább arról szól, hogy megtaláljuk az erőforrásokat közösen, azt, hogy hogyan lesz ebből majd önálló józan élet, hogyan lehet azt megvalósítani, hogy az eddigi kihívásokra, meg kérdésekre, amire egy függő azonnal iszik vagy drogozik, ezen más válaszokat tudjon adni. Más legyen majd a kimenettel ezeknek a helyzeteknek, mint eddig. Mi egy régi intézet vagyunk, terápiás intézeteket nézve 33 éve működünk, tehát egyáltalán csak a rendszerváltás óta lehetnek ilyen intézetek, azóta mi vagyunk, úgyhogy ismertek vagyunk, viszonylag könnyen meg lehet minket találni, hogyha a Google-be beütik, hogy rehabilitáció, akkor ott vagyunk. A honlapunkon elég részletesen ott van a tevékenységükörünk. A feltétel, hát talán a legfontosabb az, hogy ez a kezelés az együttműködésen alapul. Tehát, hogyha valaki úgy érzi, hogy szeretné csinálni, akkor hívjon minket. Azt kevésbé szívesen mondom, hogy mi az, ami nem működik, de hát végül is valahogy így is meg lehet közelíteni. Tehát, hogyha a család akarja, vagy hogyha a főnök, vagy tehát valaki más, vagy mondjuk a rendőrség elől kénytelen valaki már menekülni. Az se egy rossz kezdés, de mindenképpen szükség van valamennyi személyes motivációra, amiből aztán később lehet több is, anélkül nem működik. Tehát a legfontosabb az, hogy valaki akarjon változtatni.